Sziasztok! Ez itt a Büntető Podcast 41. adása. Én Máté vagyok, és itt van velem Bruce. Ali. Patrik. Szevasztok. Gábor. Hello. És Gyula. Hello, hello. Nos, még mielőtt belekezdenénk a tényleges adásba, tartunk nektek egy magyarázattal. Miért is volt olyan kurta és furcsa legutóbbi adás, ami ugye a 40. adásunk második fele volt? Nos, a technika ördöge ismét megviccelt minket. Most konkrétan az volt, hogy az első embert, akit hívok itt Skype-on, annak nem szabad letenni az adást egészen az adás, konferencia beszélgetés egészen a felvétel végig, mert különben megszakad a felvétel. Most erre nem figyeltem, és valaki lelépett menet közben csendben angolosan, és ezáltal leállt a felvétel. Én ezt nem vettem észre, így hagytam, hogy a srácok tovább beszélgessenek, és hát így a beszélgetések az utolsó bő negyed órája így eltűnt az éterben. Amit így nagyon sajnálok, de hát először azt terveztük, hogy újra felveszünk a második felét a beszélgetésnek, aztán gondoltunk egyet, és Bruce ötlete alapján megcsináltam a beszélgetés végét egy ilyen, mondhatni klasszikus idéző poénnal a végére. Remélem nem bánjátok ezt, én a legjobb szándékkal csináltam ezt, és egy kis vicceskerés szerintem belefér, mert amúgy sem mondjuk egy olyan arról híresek, hogy mi olyan profik lennénk. Na viszont most, amit esetleg úgy érzitek, hogy bennetek ragadt, ugye Gábor itt van velünk újra, bár mondjuk Bence volt a legnagyobb vita partnere, azt hiszem, de ha esetleg valami bennetek ragadt az előadásban, azt most elmondhatjátok, ugyanis történt valami. Messit 21 hónap börtönre ítélték, ugye adócsalás vádjával, most igazából ez már nem is vád, ugye, mert már jogerős az ítélet. Igen, úgy, jogerős. Úgyhogy... Felfüggesztett azért. Ja, igen, felfüggesztett börtönbüntetés. Ugye a Barcelona bíróság ítélte el egyébként őt, viszont ha jól tudom, ezt ugye a klubja, mert a Barcelona ugye ezt átveszi ezt az ügyet, hogy valami ilyesmi lesz, és akkor így végül nem kell lesz neki börtönbe mennie nyilván, de nem tudom, Gábor, te ugye nagyon megvédted az utóbbi adásban, így kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudod megvédeni most ebben az esetben őt. Hát ebben az esetben nagyon azt gondolom nem lehet védeni. Ugye a bizonyítékok azok mindenki szem előtt ott vannak, látják őket. De ebben az esetben azért még kicsit mindig védeném Messit, mert azt gondolom, hogy neki nem igazán van beleszólása ezekbe a pénzügyi dolgokba. Szóval azt lehetett is olvasni, hogy az apja kezeli a pénzügyeit, ugye ő a menedzsere, és hát nem tudom, hogy az apjának mi szüksége volt erre, hogy most elsikasszon több millió eurót. Tehát Messi azt gondolom, ezt ő se nézte tétlenül, szóval azért biztos neki is volt valami befolyása. Igen, ezt akartam mondani, hogy nem hiszem, hogy teljesen a háta mögött a kis ártatlan kis Messike otthon ült, és jaj, apuka kezeli a persze. Pénzügyeit. Jó, de hát azért ilyen nagyszabású sportolóknál mindig ott van ez a kis lábjegyzet, hogy miért kell csinálnia, miért kell ezt, mi szüksége van rá. Tehát most lehet, hogy sok ember szemében lerombol egy akkora nimbuszt, hogy valaki szemében egy életen át megbélyegzi magát, akik ugye imádják, azok valószínűleg továbbra is imádni fogják, de hát én mindig értetlenül állok ezek előtt a dolgok előtt, és főleg így, hogy Messivel történt meg, aki tényleg nekem az abszolút favorit. Érdekes, hogy lehet, ez is varratta ki a karját, nem, hogy úgy is megy börtönbe, akkor beírtam. Egyébként ez azért furcsa tényleg, mert hogy egyébként ő a legjobban kereső focista, ugye jelenleg? Ugye most Ronaldot megelőzi. Hát aztán valószínűleg igen. Nem mindegy, szóval, hogy egyébként is, de még ha nem is a legjobban kereső focista, akkor se szorul rá igazából, hogy adócsaljon is ez, mert amúgy is annyi pénz van, gondolom, hogy tényleg az unokái is elének belőle, ha okosan fekteti be. Úgyhogy nem is fekteti be. Meg minden reklámban benne, egy csomó reklámot vállal, nem? Én úgy tudom. Tehát mostanában chips, igen. Chips, meg minden szírszállóba. Hát az biztos, hogy nem sok a multinacionális cég van, ahol a nevét nem használtak még valamire. Hát nem tudom, srácok, nektek nincs ezzel kapcsolatban valami hozzá fűzni valótok? Nope. Nincs. Jó, hát akkor én nem örültem. Nem az, nekem csak az, hogy oké, értjük, hogy profi sportolók, és akkor valamilyen
nem tudom mi alapján, ugye nem kerülhetnek börtönbe, de akkor így bármit megtehetnek, bármilyen következmény nélkül. Nem, most amilyen pénzbüntetést is kapnak, az nekik nem nagy. Ha mondjuk Messi, az azt hiszem 1,7 millió fontnyi büntetést kapott. Ez olyan 6 milliárd forint. Szóval azért az jelentős összeg, de szerintem azt hamar tudja fedezni. Ez ilyen pár hónapos fizetés. Ja, körülbelül. Szóval... Jó, azért az ilyen... Tudják a gyerekét? Puh, Thiago. És... Másik nem ugrik be. Szegénykének nem lesz jó. Pöti Danon nem kapja meg ebben a hónapban. Nincs pénz. Valószínű, igen. Már csak izé paprikás krumpli lesz a hónapban már. Jó, azért most szerintem Barcelonát se kell elítélni azért, hogy átvallalja ezt az ja, életet. Hát nyilván nem, hát egyébként bármely klub megtenni, meg nyilván a legnagyobb értékük. Gondold el, hogy a fókusz rögzíti a Messi lakásában, ahogy a felesége mondja, hogy kenyérem meg vizen élünk ebben a hónapban, hány elítélt minket. Ó, meg azért nem lehet összehasonlítani mondjuk egy emberöléssel, szóval ja, hát nyilván persze. Különbség van a között. Meg hát csak azt nem tudni ilyenkor, hogy most kinek a pénzével játszott, melyik az adócsalással, ugye ő kinek adózik egyébként? Az apján. Általában az adott országnak szoktak. Igen. Akkor ugye a ligán keresztül az államnak, vagy uh-huh. ilyenkor... Uh-huh. Mert mégis ez is hivatalos munka, úgyhogy akkor a spanyol államtól vette el a pénzt. Akkor meg végül is lehet, hogy elsikkasztott egy köztérnek a felújítását, vagy egy metrószerelvény felújítását. Úgyhogy... Amit majd neki kell felépíteni. Ja, egyedül. Gondolom, hogy Messi félmesztelenül pakolgatja egy kis izébe, ilyen munkásgatja. Ja, munkás. Nem tudom, hát most melósok úgy szoktak dolgozni nyáron, nem? Már kérdezte hajlom, hogy Messi kijönnek. Messze álljon tőlem az ilyen. Reggel benyomja a rakétát, aztán... Ja, tényleg. Ilyen almasi rakét. És hogy Madridba kell megcsinálni. Jó, hát de hát például Benzemának az ügye is, ott is ő se úgy gondolom pénzbüntetést kapott, meg semmi. Pedig milyen börtön vállalatot lenne. Újra kiadják azt a filmet, ami a Vinnie Jones volt. Igen. Igen. Pedofil angol gyerekkel, meg a többiekkel. Ja, vagy tényleg... tényleg, amúgy lassan össze lehetne állítani egyébként a mai idők börtönbe. Lassan. Hát... Nem össze lehet. Tényleg? Most már rakjunk össze, akkor így hirtelen egyet. Hát ugye Benzema, hát Mascherano is, ugye most valami ilyesmi, Messi. Busquets. Vagy Busquets. Mascherano, azt már nem, bocs, Mascherano, mondta a Patrik. Hogy hívják ez? Adam Johnson? Adam Johnson. Ja, tényleg Adam Johnson is. Az is. Brentnert is be lehet tenni, az is úgyis állandóan. Alakul. Vinnie Jones, ha már itt... Hát az egy kicsit múlt idő, de hát ő neki volt egy csomó balhéja hatóságokkal is. Szegény Ribéryt is, azzal az arcszerkezettel. Ja, hát akkor már tervezi is, ha már csak az arcszerkezet. Meg a Rohónak is volt valamilyen... Aha, Rohó, ezt akarom mondani, de hát a fánklopásra. Jó, tényleg. Igen, hát mondja meg. Lehet, ez a börtönvállalatnak azért ilyen jó. Igen. Amúgy Robin Van Persnek is volt még a karrierje elején valami nagyon húzós dolga, majdnem börtönbe zárták őt is, ilyen kurvázás miatt, hogy valami ilyesmi probléma. Ja, de még a fél francia volt. Válogatott akkor. Ja, hát akkor már az összes brazil. Ja, a braziloknál sok. Azok szeretnek ilyen mindenféle. Állítok az öreg Ronaldót, a hírfenomént, őt ugye transzvesztitok ringyókkal is látták egy hotelbe egyszer, úgyhogy igen. Ő is durvatag. Amúgy itt lehet látni, és ez nem úgymond ilyen nagy fricska akar lenni a braziloknál, de amúgy amint visszavonul valamilyen brazil legenda, tudja, hogy valami debilség kiderül róla, és akkor most ugye mondtad az elfenomínú Ronaldot, akkor ott Ronaldinho, aki valami webkamerába racsnyizott, és azt így vette fel, és tök büszke volt rá, hogy mit tudjam én, és azért kiposztolta az internetre, aztán nem tudom hány ilyen, mit tudjam, ilyen nullás örömlányokkal elkapták őt, hogy tényleg ezek az emberek csak ennyire a focihoz értenek, és semmi máshoz? Meg egyébként sokszor az szokott lenni, hogy ők szeretnek a újság címlapon szerepelni, hogy életbe tartsák azt, hogy valaki beszél még róluk egyáltalán, hogy... Igen, azzal, hogy a kamerába racsnyizik.
Hát jó, nyilván nem feltétlenül ezzel, de hogy ilyen balhékba keverednek, meg mit tudom én, meg hogy sokszor hallani az, hogy focisták a futballkarrierjük után, vagy nem feltétlenül focisták, de ő általában sportolók, hogy sokszor a pénzükkel nem tudnak bánni, és hiába kerestek egy hatalmas összeget úgy összességében a karrierjük alatt, a karrierjük után viszont nem tudnak bánni a pénzzel, és hamar elkezdenek tönkre menni. És akkor így muszáj ilyen kényszercelebbé válnak. Hát... Jó, most megöltem a bulitékist, úgy érzem. Kosárlabdában volt egyébként olyan, hogy egy játékosnak még a bajnoki gyűrűjét is el kellett adományozni, mert annyira nem tudom. De hát ez már tényleg a vég. Volt, aki a Hall of Fame gyűrűjét adta el. Meg hát nézd meg, ízé, hogy jelk azt a boxolót? Mike Tyson, aki az arcára volt tetoválva, az a gyönyörű non-figuratív ábra, ő is teljesen tönkrement, azért lett ilyen kényszercelebb, aztán mindenféle ilyen teljesen megtért, meg ilyen béke szóvivője lett, ami teljesen hiteles az ő szájából egyébként. Hát igen, mert ugye nem tudják emiatt, hogy hol a határ, ugye, hogy nem kerülhetnek olyan szintű bajba, hogy esetleg börtönben vannak, aztán kicsit túl nagy a szabadság. Hát igen, mert gyakorlatilag sokan úgy érzik, gondolom, hogy pénzük van, dolguk nincs, ugye övék a világ. Ja, hát meg ugye meg sok ilyen történet van, hogy ugye amint visszavonulnak játékosok, ugye sok, ugye mivel nem keres már akkora összegeket, már itt, ahova megy utána dolgozni, általában tévészakértő vagy edzőként, akkor mindig lehet hallani, hogy elválnak, mert ugye hogy a feleség akkor már hirtelen nem annyira rajong érte, hogy nincs annyi pénz, meg mit tudom én, akkor ennek ezek az alkohol, meg a drogbotrányok, aztán már csak lefele évvel. Akkor meg ugye már kerülhetnek börtönbe elvileg, mert akkor már nem szól rájuk ez a fogalma sincs micsoda. De azért annak mekkora súlya lenne, hogyha random Messit bebörtönöznék, akkor... Ja, még a kényszerítenék, hogy tényleg ülje le azt a 21 hónapot. Ja. De amúgy kicsit a Vardinál volt ez egy fordított sorrendben. Nem tudom, olvastátok azt. Ja, azt, igen. Hogy még a, nem is amikor első osztályban volt, másodosztályban felkerült, akkor piált napi szinten. Aztán szóltak neki, hogy... szedje össze magát, mert nem tudta egyszerűen kezelni. Akkor a szintlépés volt neki, nem tudott magával mit kezdeni, és piált. Ez durva. Aztán jól sült el. Aztán lehet, hogy még mindig piált, ki tudja. Én pont máshogy olvastam, de akkor lehet, hogy rosszul fordítottam magamnak le. Na mindegy. Ez a téma az, ami aztán nem erre akartam kiukadni, de végül ide lyukadtunk ki témához, hozzá akartok még tenni valamit? Mert egy hadseregnyi téma van előttünk szerintem. Orientálódjunk lassan a meccsek irányába. Ugye lejátszották az Európa-bajnokság negyed döntőit, amit természetesen mi is követtünk. Szerintem menjünk időrendi sorrendbe. Ugye az első meccs a Lengyel-Portugál volt. Ha más nem, szerintem egy dolgot le lehet szűrni ebből a meccsből, hogy csupa döntetlen el lehet jutni az elődöntőkig. Mindenkire lehengerlő foci, magabiztos labdatartás. Elég, hogy kiszenvedni egy Dixet mindig is, és valahogy el lehet jutni odáig. Jó, úgy nyilván ez az ellenfélnek is kellett az asszisztálása. Hát meg ugye sokták mondani, hogy mindenki most azt mondja, aki főleg portugál szurkolók, meg Cristiano Ronaldo fanok elsősorban, ugye viszont az is igaz, hogy nem kaptak ki. Ez igaz. Mondjuk én ez tény, de mondjuk én ez nekem nem tudom, engem nagyon lehangolt, amikor tovább mentek a lengyelek ellen. Én a horvátok ellen is lehangolt. Az is, de a lengyelek ellen még nem. Úgyhogy remélem ma este Wales lenyomja őket. Hihetetlen lenne amúgy, hogyha Wales valahogy meg tudná nyerni ezt a EB-t. Mert nagyjából csak rajtuk érzem azt, hogy tényleg fociznak. Mert ugye németeken azokon nem látod azt, hogy most úgy, de nagyon fociznának, mert bennük van, hogy nekik játszani kell. A franciák azok most elsőnek talán mutattak valamit, hogy tudnak játszani normálisan is. Portugálokat meg kiveséztük, és Wales az, aki szerintem tényleg oda teszi magát állandóan. Úgyhogy ha válaszolni kéne, én őket választanám, hogy szívesen nyerjük meg. Illetve ott nem tudom, egy kicsit, mint hogy több lenne ez a
az, hogy tudják a sztárjátékosok, hogy ők a sztárjátékosok is vezetni kell nekik. Én a franciáknál éreztem, úgyhogy még igazából egy olyan meccsük nem volt még, hogy ugye a védelmüket komolyabban próbára tették volna, tehát hogy így komolyabb nyomás alá helyezték volna mondjuk akár 10 percig a csapatukat. Úgyhogy szerintem, nem tudom, meg érdekes lesz látni majd mit alakítanak a németek ellen. Mert ők se azért olyan meggyőzőek szerintem. Én is azt mondom, hogy most már akkor vélsz, vagy még német győzelemnek is örülnék. Pedig mekkora lett volna egy Izland-Wales, és akkor Wales, mint Wales, mint bálnák, és akkor Izland összekerülnek. Nem? Wales, bálnák, mi? Hát ugye repül a bálnavadászok, meg Wales. Ja. Miről beszél, Patrik? Érted. Értem, szeretem azokat a poénokat, amiket meg kell magyarázni, azok mindig jók. Jó, majd kivágjuk. Vágó, itt tovább. Nem, ott konkrétan a meccsről ne beszéljünk egyébként, mert mondjuk igazán nem nagyon lehet miről. Maximum arra, hogy oda a kis csoda gyerek egyébként, sokan azt mondják, hogy most nem jutott a neved egyébként, Sanchez rasztaljú gyerek, hogy ő a nagy felfedezett, és hogy Bruce-ra ugye beszéltük is, hogy mekkora báj, vagy ilyen Bruce mondta, én meg csak bólogattam, hogy mekkora fogás volt ez a Bayernnek. Hát Renato Sanchez-re gondolsz? Ja, igen. Hát nem tudom, eddig nem játszott valami jó, ahogy néztem meg, pont ott van mellette, hogy a William Carvalho, hogy őt is ilyen 30 milliós játékosnak tartják, de hát nem tudom. Nem, pedig a szakértők el van a KU-ba egyébként. Hát nem tudom mitől, már ez a szakértők el van KU-ba. Az egyedül Ancelotti, de hát ő persze, hogy ezt fogja. Nem, egyébként tök sok helyen írták, hogy mekkora, Sanchez mekkora jó meccseket játszik, meg hogy milyen hasznos. De alig játszott csereként hát de, lehet, hogy pont azért, mert mindig friss volt egyébként, és ugye Lengyelek ellen volt eddig a legjobb meccse. Tehát ott tényleg jó volt. Egyértelműen eldöntötte a meccset valamilyen, én azt mondanám. Ha meg még lehetett volna jobb is, ha második félidőben az edző nem variálja meg csomószor a posztját, mert egyszer jobb szélen volt, egyszer bal szélen, neki igazán ez a szervező szerepált jó, és ott második félidőben nem nagyon tűnt fel. Egyébként én is nagyra tagsálom, Sanchez engem is meglepett, szerintem nagyon jól játszott. De például ugye most lehet olvasni, hogy Pepe megsérült, aki szerintem portugáloknál a legjobb volt eddig. Azért nagyon sokat köszönhetnek nekik, ahol most itt vannak. Elvileg valami comb problémája van. És William Carvalho a leggyorsabb játékos a világon kerül be majd hátulra. És ez érdekes lesz, hogy Bélt hogyan fogja meg. Nem sárgázta ki magát? Várjál, Carvalho el van tiltva, nem? Kisárgázta magát szerintem. Ja, ő se fog játszani, úgyhogy még érdekesebb lesz. Húha, akkor majd jó, a másik Carvalho játszik. Most azt hiszem tényleg, hogy elődöntőre egy csomó játékos kihullott, vagy sárgalap miatt, vagy sérülés miatt. A Velsznél kulcsemberek is. Velsznek kicsoda? Ramsey kiesett, nem? A Ramsey. Jó, tényleg. Tért, ma igen. Jó, hát ott van Joe Allen, úgyhogy nincs gond. Meg németeknél ugye Kedira, Gomez, Schweinsteiger visszatérhet emeltileg, de hullanak az emberek rendesen. Hát igen, ugye azt akarják, hogy a döntőt ne hagyják ki miatt, mert még emlékszem, azután volt, hogy a Real Madridnek volt valami döntője, és akkor, hogy Xabi Alonso kapott egy sárgát az elődöntőbe, és akkor ki kellett hagynia. Igen, és akkor azután törölték ezt el. De ez is olyan túl könnyen, hogy most csak két sárga után már legyen eltiltás. Ez egy kicsit olyan nem fairnek érzem. Hát, igen, ők egy kicsit túl könnyű kisárgázni magad így egy fontos meccsről. Főleg, hogyha mondjuk muszáj odalépni, mondjuk ugye
vannak olyan helyzetek, amikor most nincs választási lehetőség. Vagy oda lépsz, vagy egyedül megy a kapura, akkor inkább oda lépsz. És akkor mondjuk ezzel gyakorlatilag kiságozom magam miatt egy még nagyobb rangadóról. Úgyhogy, hát ez sajnos ilyen. Hát igen, de például a francia-izland meccsen is azért látod, hogy Izland nem számolt az, hogy tovább jut, mert meg lehetett nézni a kezdőt. Ja, hát... Túl sárga volt mindenki. Ja, hát igen. Akinek Sonnak volt, vagy Son volt a neve, az... Jaj, tényleg. Ja, azt remélem mindenki látta azt a képet, azt a... Nem is tudom, melyik oldal rakta ki, amikor így mindenféle Harley Davidson, meg Michael Jackson, meg minden... Ja, hát Gudjon Zen az egyetlen, aki onnan kilógott. Hát igen, de ő se kezdett, vagy... Nem, csak egyszer állt, hogy csereként pont ellenünk. De akkor már áttérhetünk egyből a franciákra. A másik ágon, ha már róluk nem volt szó, hogy... Azért összetehetik a kezüket, hogy ilyen párosítást kaptak, és nem Anglia jutott tovább. Hát az biztos. Hát egyébként még nem is tudom, biztos egyébként. Szóval igazából Anglia totálisan megérdemelt, hogy kiessen, úgyhogy... Hát, ja. És utána amúgy fogták is még jobban a fejüket, mert ugye ez az eredmény, amit a franciák produkáltak Izlandon, az őket még rosszabb színbe tette fel. Ezt ugye simán átmentek Izlandon. Nem tudom, egy kicsit úgy érzem tényleg, hogyha, mint úgy lett volna, hogy nem is Izland kapott ki ezen a meccsen, hanem Anglia. Tehát én úgy éreztem, hogy a franciák igazából Angliát verték meg ezzel nagyon, mert Izland az édes mindegy, hogy mennyit kapták nekik, már alapból ez a dolog nagy, hogy ők itt vannak. Igen. Na de srácok, szerintem haladjunk, mert mi voltak meccsek, ugye a Wales-Belgium meccsen, amit péntek este játszottak, ugye azt nem merem mondani, hogy meglepetés győzelem született, mert ugye azért a Wales is egy jó csapat, de azért én mondjuk a belgáktól vártam azt, hogy tovább menjen, úgyhogy menjenek. Úgyhogy nekem azért ez meglepő volt, főleg úgy, hogy ugye minket sajnos meglepően simán küldtek haza, és ezek után jó, mondjuk küzdelmes meccs volt, de mondjuk ez egy tipikus olyan meccs volt, hogy nem tudom, hogy nem volt két egy összefüggő passz egy csomó ideig a pályán, így hosszú percekig. De a Wales-Belgiumról valószínűleg mindig az. Bocs, Patrik, mondjad? Ja, hogy ha már az előzőn azt mondta, hogy a franciák a angolokat verték meg, akkor mondhatjuk, hogy Wales magyarokat verte meg ezzel, hogy látjuk, hogy le lehet győzni ezeket a belgákat. Nem, én pont azért sajnáltam, amikor néztem ezt a meccset, pont az jutott eszembe, hogy mi lett volna például, hogyha mi valahogy amilyen csodamódján, vagy nem is csodamódján, hanem simán kimondom, hogy mi lett volna, hogyha mi szerezzük az első gólt a belgák ellen. Hát igen, szerintem ott nagyjából az lehetett, hogy ők pont akkorra értik el a jó formát, mi meg akkor egy kicsit megfáradtunk, és ez a kettőik így ezt eredményezte. Meg az egy Kleinhezzel kiesése, amúgy ez baromi hát, az, vágás az, volt az, szerintem. Az nagyon nagy... És ebbe is kijöttem úgy, hogy mennyire karcsú keret. Na jó, hát el lesz ennél jobb is. De azért szerintem a belgák azért nagyon alul teljesítettek azon a meccsen. Igen. Már előjött szerintem megint az, hogy egyéniség van, de olyan nagy csapat nincsen. És mintha kicsit a magyarok után elbízták volna magukat, hogy akkor itt minden rendben van, hogy szórtak egy négyest, egy náluk jóval gyengébb csapatnak, és akkor... Ha megnézzük a párosításokat, ugye Izlandon kívül azért ők egy jó ellenfelet kaptak Wales személyében, mert Wales is az, hogy nagyon régen volt egy ilyen tornán, és annyira nem erős kerettel rendelkezik, csak Bale úgymond az egy kitűnő játékos, akiben lehet bízni náluk. Hát azért... Mert amikor Nainggolan is megszerezte a vezetést, akkor is utána teljesen összeomlott a belga csapat, nem tudom miért. Igen, amikor pont akkor kellett volna még ráadni egyet. Bár mondjuk ez abból is leszűrhető, ugye, hogy Walesnek nem volt vesztenivalója. Nem várt el senki se azt, hogy ők tovább jussanak, és akkor mentek előre, hogy akkor mindegy, minden alapon akkor megpróbálják meg zavarni a belgákat, és ott be is jött. Meg kanugója szerintem az zseniális volt. Elküldött mindenki gyufáját. Meg ahogy Chris Coleman cserél, az elég jó bejött eddig.
Mert Vox-ot is bedobta, aztán egyből gólt tudott szerezni a végén, amivel eldöntötték. Ami akár sokkal több is lehetett volna szerintem, mert meg volt bennük. Csak most meg Velsz ne bízz el magát Portugáliához szemben. Hát igen. Igen, mondjuk ezért lesz aljas meccs egyébként, kicsit akkor beszéltünk az elődöntőkre, ugye most pont a két arra meccsre beszéltünk, akik összesorsoltak, ugye, hogy azért Portugáliában pont ez lett az aljas, hogy most eddig ilyen úgymond kicsit lagymatag játékot játszottak, és mi van, most pörögnek fel, de ezt meg mondjuk kicsit elbízza magát, és akkor beleszaladnak egy nagyobb pofonba esetleg. Hát sajnos benne van. Mert a portugálnak most... azért nem rossz a kerete, bennük van az, hogy egy gyors játékot játszanak. Hát, benne, de csak ugye Velsznek olyan fajta taktikája van, ami semmelyik más csapatnak nincsen. Ez a 3-4-5 védős rendszer, ez a furcsa felfutási, meg más taktikai dolog, ez azért nem fekszik sok csapatnak, kicsit nem az a megszokott, hogy egy válogatottat általában felszoktak rakni, mert az olaszoknál, hogy Conte-nek a három védős rendszeréhez nem sokan tudtak alkalmazkodni. Pont a belgák, ugye kikaptak 2-0-ra a csoportmeccseknél, akkor is teljesen szét volt festve az a csapat, mintha teljesen nem is számítottak volna arra, hogy ők nem ilyen hétköznapi felállásba játszanak, és ez lehet az a nagy fegyvertény, amiért ilyen erősek. Bár mondjuk fel lehet velük készülni, mert azért nem egy meccset játszottak így. Szóval azért vannak ott gondolom elemzők, akik nézik ezt a taktikai módszert. De én mindenképp azt akarom, hogy Velsz nyerje meg már akkor. Én is nagyon nem szeretném, hogyha Portugália bejutna a döntőbe. Főleg megint nem egy 0-0-ás végül. Ja, igen. Ne is mondd. Még egy ilyen meccset nem bírnék végignézni. 11-es, vagy valami hasonló. Na de ha már 11-esek. Németország-Olaszország meccs, amiről szerintem elmondhatjuk, hogy felért egy előrehozott döntővel. Mert szerintem végülis a tornának a két legerősebb gárdája csapott össze, és... Olaszország ugye inkább taktikailag és mentálisan volt szerintem lehengerlő ezen a tornán. Németország meg hát Németország minden belejárójával együtt. Nem nyugébb ez a csapat, mint aki tönkreverte a brazilokat 2 éve is. És játéktudásilag elég magasak, úgyhogy bennük van, magasak igen, szóval magas szinten állnak, úgyhogy ők képesek szerintem megnyerni a tornát. Bár mondjuk ezen a tornán még nem... Majd még egyszer kimondom, hogy torna, szóval nyakon vágom magam. Szóval eddig ezen az Európa-bajnokságon azért olyan sokat nem mutattak meg abból a hatalmas tudásukból. Talán a csoportkörbe játszották utoljára az igazán nagyon jó meccsüket. De szóval őket végső esélyesnek látom, és láttam ezelőtt a meccs előtt is, aztán az olaszokat is, és hát az, hogy 11-esig eljutottak egyáltalán, az ugye azon is múlt, hogy az olaszok olyan szinten tudtak védekezni, meg azért a németek kihagytak mindent, de kicsit olyan meccs volt ez, mint amikor a Barca játszott a Chelsea-vel, hogy ilyen az egyik nagyon beállt, a más, és hagyta, hogy jön a másik, és kivédekeztek még ennek, hagyták, hogy érezték, hogy mi megy majd mellé, meg honnan lőhetnek, ami biztonságos, és kicsit nagyon, nagyon erre a taktikára mentek rá, aztán ugye találtak egyetlen egy 11-est, amivel aztán sikerült végig szenvedniük a maradék 30 percet, vagy 120. percet, aztán becserélhesse Conte Zazát, hogy 11-es legyen. És hát komolyan szerintem, hát nem akarom azt mondani, hogy a legnagyobb momentum volt, de a top 10 de biztosan benne van az a 11-es rugás, mert én azt mondom... Most így kicsit belekötnék abban, amit mondta ez a Chelsea-Barca összehasonlítás, nem tudom, hogy Gábor összeérte. Nem tudom, kicsit nekem úgy tűnt, hogy mint hogyha az egyik meccsen az egyik olasz tudná, mit csinál, a másikon meg nem. Tehát én nem éreztem ezt a hasonlatot, mert szerintem itt az olaszok tudatosan csinálták, amit csinálnak, nem pedig az volt, hogy mindegy, csak ne kapjunk gólt. Nem is ezt mondtam. Az olaszok minden meccsen nem is játszott. Nem is ezt mondtam, hogy ez véletlen volt. Tudatos volt teljesen. De nem, hogy ez egy taktikai húzás volt, tehát ez nem az volt, hogy most annyira jobbak a németek, hogy most őket teljesen szét tudnák. Hát ezzel kezdtem mondani valamit, hogy ők a taktikailag voltak erősek.
De nem tudom azt, hogy miért vártak emberek azt, hogy nagyon látványos meccs lesz. Ja, hát szerintem ezt... Mert szerintem benne van, hogyha két ilyen fajta csapat, mert azt mondom klub, két ilyen fajta csapat összeméri az erejét, ilyen jó játékos kerettel rendelkező, akkor ott inkább taktikai csata lesz. Mert ott mind a két védelem jó, mind a két támadósor jó, akkor ott nem nagyon lesz olyan fajta törés. Egyik úgymond a tűz, a másik pedig a víz, és így... Igen, meg azért megvannak ott az elvárások, hogy nem kockáztatnak annyit, mert mondjuk a Wales-Belgium meccs meg volt az egyik legjobb. És ott is azért jó játékosok vannak mind a két keretben, persze a belgáknál jobb, de ott sokkal nyitottabb. Mert ott nem volt annyira taktikai csata az egész, hanem ott egymásra volt a keresztve. És ugyanezt érzem azt, arról, hogy a német francia is ugyanilyen lesz. Igen, amúgy ezt akartam mondani, hogy a olasz-német meccsnek kicsit ilyen döntő feelinge volt. Tehát olyan, mint hogyha valami döntő, olyan érzésem volt, mint hogyha döntőt néztem volna. És amúgy szerintem is a francia-német meccs is ugyanez lesz. Tehát ilyen inkább taktikai csata lesz két óvatosabb csapattal, ki megpróbálja úgymond tisztelni a másikat, tehát nem fognak így nekiugrani, vagy bevállalni komolyabb rizikókat. Úgyhogy érdekes lesz. Én nem tudom, én a szlovákok, jó mondjuk Szlovákia gyengébb ellenfél volt, ugye sokkal ugye Németországgal szemben, amikor megverték Szlovákiát a németek, én úgy gondoltam, hogy azután, hogy meccs után arra tippeltem, hogy aki megveri a németeket, az fogja megnyerni az EB-t. Úgyhogy igazából végső győztesnek németeket tartom. Szép lenne, hogyha vesz nyerni meg a EB-t, de szerintem a németek behúzzák. Nem mondjuk annak örülnék, ha nem lenne egy olyan egyeduralkodás, mint amit a spanyolok tartottak itt hosszú évekig, hogy mindent ők nyertek. Jobb a változatosság. Úgyhogy a franciák azért, hogy nem tehetik meg szerintem, hogy visszaállnak hazai közönségre. Ja, hát nem. Nem adniuk kell, szóval ott azért az élvezetesebb meccs lesz, azt gondolom minden. Meg hát ők is extra motiváltak emiatt, ugye, hogy hazai rendezésű EB. Meg azért elég jó is. Ja. Jó lesz számítva azon, hogy játszottak az írek ellen a legelején, de... Jó, hát igen, sok csapatnál belefér egy rossz meccs, mégis eljutottak idáig, ugye... Akkor az utolsó meccs ugye 5-2 lett ugye a Franciaország-Izland mérkőzés. Ezzel a meccsen ugye azért az mindenki sejtett, hogy lassan Izlandnak azért véget ér ez a csodás menetelés, azért bár szerintem kicsit úgy szurkolt Izlandnak mindenki, mint a Leicesternek a végén, már mindenki, aki angol focit néz, hogy mindig jól esik látni, amikor egy kis csapati borsot tör a nagyok orra alá, és azért ezt valahol ezt jól esik az embernek, és mindig szorít úgymond az ilyen csapatoknak, úgymond ezeket az ilyen titkos esélyeseknek, aztán de azért sejtettük, hogy azért lassan véget érez, és hát itt ért véget Franciaország ellen. Őszintén ekkora különbségű vereséget nem vártam, de ahogy egyre kapták a gólokat az izlandiak, így kicsit szurkoltam annak, hogy kapjanak már többet, mint a magyarok, csak hogy nem mi essünk ki a legnagyobb gól különbséggel, hát aztán végül csak rúgtak kettőt, és de végig is ettől függetlenül egy nagyon élvezetes, jó meccs volt, és egyébként őrejük is extrán elmondható az, ami rólunk magyarokról elmondható, hogy nagyon büszkék lehetnek magukra, meg arra, de csapatuk elért, mert ez egy egyedülálló dolog. Izland nem is tudom, szerepet Európa-bajnokságon így komolyabban? Nem. Ez volt az első tornájuk. Na hát akkor meg főleg ez... Torna. Tornájuk. Torna. Torna melegítő felsőben. Azt hallottatok, nem? Vagy láttatok biztos ti is azt a viking üvöltést? Azt magyaroktól lopták, jelentően. Igen, jó, akkor ezt tényleg tőlünk lopták? Ez biztos valami viking dolog. Nem, de az első videó, amikor nem tudom, első vagy a második meccsen magyar mérkőzés előtt volt, hogy ugye amikor tele volt az internet ezzel a videóval, amikor ott a... Ja, Márszerében. A Márszerében, igen. Az a második meccs volt, igaz? Ja, hát az Izland ellene. Igen. Na, az pont azelőtt ugye ment ez körbe az internetet, de mindenki ezt osztotta meg, tehát a legnagyobb lapok is, és azért kicsit furcsáltam, hogy pont utána jött,
láttam én először izlandiektől ezt, de biztos valami izlandi dolog, tehát most nem irigykedek, meg nincs ez a semben, csak kicsit furcsán jött le nekem. De amúgy baromi jól néz ki, meg baromi jó. Ja. Meg ugyanazt éreztem most itt a francia meccsen, mint a magyar-belgán, hogy Izland is azért küzdött, hogy a szurkolóknak gólokkal köszönje meg, hiába kapnak ki, de hogy hiába az eredmény, akkor hajtanak a gólért, hogy a szurkolóknak egy kis öröme még legyen, mert mi is úgy voltunk a belgák ellen, hogy hiába volt 2-0, akkor becseréltünk, akkor 3 védővel voltunk, majdnem 4 csatárra, csak ja. Hogy legyen meg egy becsület gól, aztán még 4-0-nál is azért mentek előre, hogy legyen már egy. És amúgy ezért fájó egy kicsit egyébként, ez a dolog már kicsit visszatérve a belga meccsre egyébként, hogy így utólag lát, hogy az lett volna jó, ha a belgák innentől sokáig mennek és esetleg döntőig jutnak, mert akkor azt mondhatnánk, hogy tehát kikaptunk a belgáktól, de ők eljutottak a döntőig, vagy esetleg meg is nyerték a tornát. De így meg, hogy az következő fordulóban kiestek, így egy kicsit fájóbb ez az egész. Nem tudom, nem nagyon érdekel. Én nem úgy vagyok vele, hogy figyelj, a magyarok, ugye, amit Patrik is mondott, azért megmutatták, hogy ott vannak a meccsen, és nem feküdtek le a belgáknak, és nekem ez volt, ami legjobban számított, és amúgy ott is látszott, főleg a második fél időben, hogy voltak 10-15 perces periódusok, amiben végig magyarok próbáltak támadni, és teljesen megzavarodtak ott is a belgák. Tehát ott is ezért mondtam inkább igazából, én azt sajnáltam, hogy nem lőttük az első gólt, mert sokkal érdekesebb meccs lehetett volna. Hát de ez minden kiderül majd 2 napon belül. Ja, igen. Aj, portugál meccset kell megint néznem ma este a rohadt életbe. Na jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszi Máté, köszi Máté. Nincs itt tényleg. Sziasztok! A virágot az öltözőbe. Hát amúgy, ha valami, akkor ez biztos bekerül majd a kivágott jelenetekbe egyszer amúgy. Ez mehet a végére, ez kész. Már Gyula le is tette. Igen, tényleg így legyen vége? Szerintem poén. Jó. Hát a figyeld, előzőnél mindig. Rosszabb nem lehetni. Jó. Majd ezt zsarkok a végére valamit, ilyen gépfegyverre leülnek minket, én nem tudom. Na jó, akkor jó, Gyula tényleg nem érkeltek különösebben. Na jó, hát akkor ne is hajtom a felvételt.